Kövér László bepöccent az MSZP-sekre, Horváth Csaba hoppon maradt, Kósa Lajost megzavarta a laptop, Gyurcsány Ferenc pedig háromszor kezdte újra a tájékoztatóját az ATV mikrofonja miatt. Az évközbeni forgatások során sok vicces pillanatot is megörökített híradónk stábja. A közgyűlés egyik korábbi ülése, Tarlós István itt már nagyon feszült volt, az ellenzéki képviselőknek is beszólt. Itt egy borzalmas, nehéz problémát kell megoldanunk. Miért nem mondják már el egyszer az életbe, hogy miért hagyták itt ezt a trágyadombot? Egy másik ülés előtt pedig Horváth Csabával került összetűzésbe, aki egy könyvet akart átadni a főpolgármesternek. Lögdösöd? Nem, mindjárt kezdjük. Lögdösöd? Helyezd, de szeretnék. Parancsolj. Nem kérdezik. Ez remélem megvolt. Ez már a parlament, évközben is nagy viták voltak a képviselők között. Kövér László itt már nem bírta tovább, és bepöccent. Az MSZP-s képviselőtársaimat pedig megkérem arra, hogy csendben hallgassák, amikor nem önök beszélnek. Próbálják már egyszer ki, hát a felüdülő élménye lesz az önök számára. Ne kezdjék újra, könyörgöm. Itt pedig már Matolcsy György vár az államfőre, hogy átvegye az MNB elnöki kinevezési okmányt. Kezet fogtak, de aztán Matolcsy rossz irányba indult, ezért visszafordult és leült aláírni a dokumentumot. Áder János mindezt egy félreérthetetlennek tűnő arckifejezéssel kommentálta. A lassításban jól látszik, hogy mi lehetett a véleménye. Ez pedig a népesség fogyása. Kósa Lajos itt éppen a gyedekstráról beszélt, de valami zavarta a mikrofont. Kapcsolják ki a telefont. Valakinek a mobilja zavarja az egészet. Mindenki kapcsoljon már repülőgép üzemmódra. Aki nem tudja nélkülözni a mobilját, az pedig kérjük, hogy a folyosón csinálja az ugyanezt. Tehát mindenkinek, mert be fog zavarni. Kósa Lajos egyre idegesebb lett. Sikerült? Nem. Aztán szóltak neki az újságírók, hogy a képviselő laptopja lehet a bűnös. Ez nem tudja zavarni, mert ennek nincsen... Nézzük meg. Nehéz a gyerek. De nem ez. Az hogy lehet? Ez pedig már a klasszikussá vált tájékoztató. Gyurcsány Ferenc itt éppen arról beszélt, hogy ők továbbra is az ellenzéki megállapodás hívei, amikor megtörtént a baj. Ezen nem változtat a tegnapi MSZP E14-es megállapodás sem. Újra kezdte, de az összefogásig ezúttal nem jutott el. Ezt gondoltuk sok-sok hónappal ezelőtt, és ezt gondoljuk ma is. Technikusunk megpróbálta jobban rögzíteni a mikrofont, egy kicsit lejjebb tette, hát ha ott marad. Na, azt mondja. Jó Isten, tartsa meg ezt itt. Gyurcsány Ferenc ezután már eljutott addig, hogy a közös listáról beszélt, de tovább már nem. Annak a beismerése. Hagyja, jó? Hagyja, én megoldom. Megoldotta, ezután ő fogta végig a mikrofont, és elmondta, amit akart.